Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Ez a felvétel egy személyes jóslás Ivina számára. Kedves Ivina, köszöntelek téged. Te tudni szeretnéd, hogy mi a terve, visszatér-e hozzád, és ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a felső kép mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ő kezébe veszi szimbolikusan most ezt a kardot, és ez a kard szimbolizál egy szakítást, ő szakítani fog ezzel a hölgyel, de mutatja azt is, hogy átteszi magát a félelmeken, mert ez utal a levegő elemére, és az mutatja az ő szabadság érzetét, ő meg szeretne valamitől vagy valakitől szabadulni. A háttérben ez a szürke felhő utal a félelmekre, ez is fontos most nála. Itt vannak ezek a változások, mint ahogy mondtam is, átteszi magát ezeken a félelmeken. Ez a kart utal döntésekre is, és ő a közeljövőben fontos döntéseket fog hozni. A következő kép mutatja azt, hogy mi a terve. Ezen a képen látjuk ezt a kislányt, aki nagyon szomorú, neki fáj valami, és ő ezt tudja, hogy ő téged megbántott. Ami a terve, hogy visszatér, és bocsánatot kér tőled. A következő kép azt mutatja, hogy mi áll most nála a középpontban. Ezen a kártyán látunk egy fiatal férfit, aminek szimbolikus jelentése is van, kis lépéseket tesz, vagy rövid időn belül ő kezébe veszi a dolgokat. Mégpedig ezt a botot, ami a tűz elemére utal, az jelenti az ő bátorságát, az erejét, és utal a szenvedélyekre, egy testi kapcsolatra is. A következő kártya azt mutatja, ki vagy mi befolyásolja őt. Ezen a kártyán láthatjuk ezt az arany utat. Ez jelenti az ő élet útját, és ezen az úton halad, ami azt jelenti, ő nem hagyja, hogy mások befolyásolják őt. Kezébe veszi ezt az arany érmét, ami utal anyagiakra, vagy a munkahelyére, de értékekre is. Ő tudja, hogy jó úton jár. A következő kártya azt mutatja, milyen változások lesznek nála. Ez a lovas férfi szimbolizálja az ő tartását. A kezében van ez az arany érem, és azt fogja a kezébe venni, ami számára értékes. Ezek lehetnek anyagi dolgok, a hivatása, vagy belső értékek. És pontosan ebbe az irányba fog tekinteni. Ami számára értéktelen, attól elbúcsúzik. A következő kártya mutatja azt, hogy tekint rád. Ezen a kártyán láthatóak a kelyhek, ami az érzelmekre utal. Ez a férfi szeret téged, de így a gondolataiban, az álmaiban, a vágyaiban. A hetes szám a hold energiáját mutatja, és a hold az utal érzelmekre és az álmokra. Nem csak te álmodsz róla, hanem ő is álmodozik, vagy álmodik rólad. A következő kártya mutatja ezt a hölgyet, aki ott van a háttérben.
Itt alul, a bal oldalon, ezen a képen látható ez a hölgy. Ő elbúcsúzik a te lelki társattól, vagy ő szakít ezzel a hölgyel, mert itt látható itt a könnyek mezeje, és ez arra utal, hogy ez a hölgy nagyon szomorú, ez a kártya arra utal, hogy ők szakítani fognak, és ez a hölgy egy más irányba tekint. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy a te lelki társad hogy áll ehhez a nőhöz. Ezen a kártyán jól látható, hogy a te lelki társad már belülről elbúcsúzott ettől a hölgytől, és tekint egy új irányba. Közeledni fog hozzád, de ez idő kérdése, mert ez egy átmeneti időszak nála. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, vagy mit közöl veled. Ehhez a képhez nem kell túl sokat hozzáfűznöm, itt látható ez a szerelmes pár, és ez jelenti azt, hogy visszatér hozzád, ő bevallja azt, hogy szeret téged, bocsánatot fog kérni, és kialakul köztetek egy szép párkapcsolat. A következő kép azt mutatja, hogy mit tegyél. Ezen a képen látható egy királynő. Te vagy ez a királynő. Legyen meg ez a büszke tartásod. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Ez most számodra fontos, a közeljövőben is. És ez utal a könnyűségre, a döntésekre és a kommunikációra is. De várj, amíg ő jelentkezik, és higgy abban, hogy ez a férfi tényleg szeret téged. A következő kártya mutatja a jövőt. Ezen a képen látható egy király, aki uralkodik a tűz eleme felett, mutatja az ő erejét, bátorságát, a lelkesedést és a szenvedélyeket is. Ő komoly döntéseket hoz, és visszatér hozzád. Kedves Ivina, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!